A vírus emberre nem veszélyes, a sertéseknél viszont nem gyógyítható. A vírus iránt a sertés és a vaddisznó minden életkorban fogékony, és a megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak, írja a távirati iroda. Az elmúlt hónapokban Ukrajnában, Lengyelországban, Csehországban, Lettországban, Észtországban és Litvániában is regisztráltak számos újabb megbetegedést. Az európai hatóságok igyekeznek megállítani a kórokozó terjedését, Csehországban irányított vadászatot tartanak, Romániában minden repülőtéren, folyami és tengeri határkikötőben fokozott ellenőrzést végeztek a hétvégén az illegálisan bekerülő betegség közvetítő anyagok kiszűrésére. A nébik kiemelte, a sertés ágazat fennmaradása és fejlesztése szempontjából a sertés pestis behurcolásának megelőzése nagyon fontos minden érdekelt számára, ezért kérik, hogy a vonatkozó előírások és tanácsok betartására különösen ügyeljenek. A vírus nagy gazdasági kárt okoz a sertéstartóknak, felvásárlóknak, exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üzemeknek is. A betegségtől addig mentes országokba, régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási, rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni a vírust. A fertőzött és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni. Az állathullákat a fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell. A felszámolt sertés állományok tartási helyét többször is fertőteníteni kell. Azon a területen, ahol a vírust megállítják, sertések szállítását, forgalmazását, felvásárlását szintén korlátozni kell, valamint az élő sertések, a sertés hús és a sertés húsból készült félkész és késztermékek exportja sem engedélyezett. A Nébik összeállított egy 11 pontos listát, ami a betegség megelőzésének szempontjából fontos tanácsokat sorol fel, és egy 12 pontos listát, amelyet a vadászoknak érdemes betartaniuk. A tanácsok, illetve az ASP-vel kapcsolatos további információk a Névik honlapján találhatók. A hatóság több ezer szórólapot szét a betegség felbukkanása szempontjából legkockázatosabbnak ítélt szaboltat már Bereg megyében, közölték.